Mire emlékszel, Ászika? Mire emlékszel? Kérdem tőle néha. Repülök feleli, szállok a levegőbe. Én tudom, miért ez az, amire emlékszik, de ő soha nem fogja megtudni. Ászika repül, kitárt karokkal és összegömbölyödve, vékonyan sikkantva repül. 1942-ben Bajára érkeztem, és állást kaptam Lászlóféle pékségben. 20 éves voltam akkor, békés futballista. Még Sárosi doktor is lejött és megnézett. No hát, toszd a fánkot, ez aztán a szélső. De hát ez nem fontos. Lászlóik nagyon jók voltak hozzám, én is szerettem őket. A férfi benősült a gazdag családba, valszoló pék volt az előtt. Ő hozta be Bajára a rongyos kiflit, és hirdették a moziban, hogy három igaz szó, László kenyér jó. Három igaz szó, László kenyér jó. Ezt hirdették. Valami zene is volt hozzá. Két gyerek volt. Zsuzsi akkor éppen 1 éves volt, Gyurka meg 3. Az asszony szegény gyönyörű volt és beteges. A férfi nálam is nagyobb, izmosabb. Rohangálta nők után, mint gadácsi. És kártyázott. Tulajdonképpen mindent eljátszott. Hajnalonként jött haza, beült hozzám a kemencéhez, pörgette a botját, és persze, hogy elaludt. Este 6-tól az iparos körben verte a blattot. És zsidó létére úgy ivott, mint 32 kefekötő. De jó élet volt. A sütésre hozott sterkenyérből leloptuk a lángosra valót, és pénteken jöttek a sólettek. Mert jöttek, mert az csak cserépben sütve, kemencébe vetve az igazi. Hát bizony fosztogattuk azt is az inasokkal, a babot, meg a töltött libanyakat. És a két kis gyerek. Reggelenként kivittem a házakhoz a kenyeret, a süteményt, és a hátamon a krenclibe, tudják, abba a kosárba, pacslik mellé betettem Zsuzsit és Gyurit. Csoda volt, hogy a kosár szélébe kapaszkodva kibámultak. Néha meglementem velük a Sugovicához. Paskoltak a vízben. Az asszony feküdt egész nap, morfiumot kapott. László úr meg lassan elvert az egész pékséget. Hát így. Így éltünk, amíg csak megjött 44-ben a gettó. Addigra meghalt az asszony, a temetésen nekem is bevágott a bóher a ruhámba, mert bizony ők így gyászolnak. A szép fekete ruhámba vágott be a marha. Mondtam is neki, te nem vagy eszeden, Jakab? Hát te hülye vagy? Hát ő meg váltig állította, hogy ez így kell a fájdalomhoz. Ha már kijöttem gólyléttemre, bevágja. Hát persze lögdösődtünk is. Röhögött rajtam a többi pék, mert kalap helyett 4 sarkánál megcsomózott zsebkendőt tettem a fejemre. A bóher is röhögött, a rabbi is röhögött. Szegény Lászlóné, mondták Baján, ez aztán jó kedvű temetés. Aztán összeültek a zsidók, tudják, mezítláb bezárva, 9 napig kellett volna, hogy sírassák. De hát mit csinált László úr? Még akkor is kártyázott. Végleg eljátszotta a pékséget. Mondta már, hogy jött a gettó? Hát addigra semmi sem maradt. László úr sem. Felelőtlen ember volt szegény. Mire felébredtünk, hát nem ott fekszik az elkártyázott ház kertjében, szívében egy golyóval. Öngyilkos lett. Nekem itt maradt a 2 gyerek. Zsuska akkor 3 éves volt, Gyurka meg 5. Mit lehetett tenni? Hát mindenütt csendőrök, németek. Hát ezeket ugyanígy nem engedem. Ki vigyázzon rájuk. Tosd a fánkot, beágyaztam őket, mint nyáron a befőttet, dunyált rájuk. Aztán beszóltam néha, most aztán kusgyermekeim, mert ha felfedeznek, hát innen felfedezték. Jöttek nekem a csendőrök, Ivisz Pista magyar ember maga, bújtatja ezeket a banditákat. Hát egy csapatban játszottam az egyikkel, na de hát puskatus az puskatus. Bevelük a gettóba. A 2 gyerek meg fogja a kezemet, el nem engednék. Pista, ugye te is jössz? Nem mondhattam, hogy alászolgálja nekem más dolgomakat, mentem velük. Hát valakinek csak vigyázni kell rájuk. Meg a vagon, be a vagonba. Rengeteg ember, úgyhát nem kell azért így rám nézni. Elkísértem őket, igen. Éjszaka, fényszórók, eső, millió ember, Auschwitz, ki balra, ki jobbra. Mondják ott valami fehérköpenyes főnöknek, mutogatnak rám.
Ez az ember itt nem zsidó ám, csak kísérő. Kísérő. Álljon külön, hadd nézzem. Németül mondta, de hát lefordították. Bolond. A gyerekeket külön. De én velük, hát ha már idáig, hát nem lehet csak úgy. Hát be egy barakba, én persze kitaláltam, amit tudtam. Ha jött a rovancsolás, kiad rótkerítéshez, és átdobtam Zsuzsikát és Gyurikát a cigányblokkba. Hát vigyázzatok, mondtam, kapjátok el őket, aztán, ha itt lement a nyomor, újabb repülés. A cigányok meg vissza. Hát volt, hogy egy héten kétszer is hajítottam őket. Repült Zsuzska, visítva, boldogan. Még, még, kiáltotta. Még, még. Hát aztán engem meg egy napon külön raktak. Mondtam, nem lesz ez jó, én kísérő vagyok. Te csak fuss, mondta a kápó, karod be a két gyereket, 40 kört azon a hatalmas téren. Ez nagyon tetszett a németeknek, meg a kápóknak. Ha nem ejted el a kölyköket, és nem buksz orra velük, akkor meghagyunk téged is, meg őket is. Hát így, hogy meghagynak. Futás, dobálás, mi minden. És aztán ott volt nekem még az a Leopold haver is. Az osztrák játékvezető, aki a világbajnokságon a magyar-indonéz meccsen partjelzősködött. Megtudta, hogy én is rúgtam a bőrt. Le nem szállt a nyakamról. Volt ő is, vagy 30 kiló. Megáldom önt, Herr Ivics, és mondott rám egy imádságot. Egy ilyen bróhét, ami külön csak a futballistákra van. Hogy a jó égbe, ki tudja már, bróhé volt, megmondták. Aztán vége lett az egésznek. Én megnyakamba a két gyereket is vissza. Útközben elvesztettem Gyurkát, csak Zsuzsika maradt. Mire hazaértünk, már kellett a pék, kellett a futballista, a labda, a kenyér, el a gyönyörű élet.